73 új fertőzöttet találtak itthon egy nap alatt. A behurcolás a legnagyobb veszély, a héten dönt a kormány a határszigorításokról. Elszabadult a járvány Spanyolországban, megteltek a kórházak, van, ahol már csak a sürgős eseteket fogadják. Itthon 500 000 forintot kap több mint 10 000 pedagógus. A hátrányos helyzetű településeken dolgozók számíthatnak a plusz pénzre. És az Egyesült Államok felé tart, és folyamatosan erősödik a Laura hurrikán. 500 000 embernek kell elhagyni az otthonát. Ez a Híradó 7:30-kor, az M1-en, Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! A reggeli adatok szerint egy nap alatt 73 új fertőzöttet találtak itthon. Ilyen magas napi esetszám utoljára majdnem 4 hónapja, május elején volt. A környező országokhoz képest nálunk még így is alacsony a fertőzés szám. A betegek egy része a külföldről hazaérkezők közül kerül ki, vagyis a legnagyobb veszélyt továbbra is a vírus behurcolása jelenti. A kormány a héten dönt az új, várhatóan az eddigieknél szigorúbb utazási szabályokról. Míg az udvaron is maszkot viselnek a gondozottak és az egészségügyi dolgozók a debreceni idősek otthonában. Egy hete derült ki, hogy az egyik lakó koronavírusos, ezután az intézményben több mint 400 tesztet végeztek. Ennek eredményeként másik 3 idősnél és egy gondozónál állapították meg a fertőzést. A város polgármestere azt mondja, mindannyiuknak enyhe tüneteik vannak, vagy teljesen tünetmentesek. Elmondhatjuk azt, hogy Debrecen időben lépett az országban, elsőként rendeltük el a korlátozást, a kijárási és látogatási korlátozást az intézményeinkben, és remélem, hogy ezáltal sikerült is megfékezni, vagy megakadályozni azt, hogy az intézményen belül a vírus az komolyabb veszélyhelyzetet generáljon. A környező országokhoz képest továbbra is alacsony a fertőzés szám Magyarországon. A betegek egy része a külföldről hazaérkezők közül kerül ki. Szlávik János az M1-en azt mondta, ha ezek az emberek nem tartják be a karantént, veszélyeztetik a környezetüket. A koronavírus tüneteire figyelni kell, és nagyon-nagyon szigorúan kell azt venni, hogyha valaki külföldről jön haza, még akkor is, hogyha esetleg zöld besorolású, belázasodik, lázas kölyök, akkor egész egyszerűen gondolni kell arra, hogy esetleg koronavírus fertőzött lehet, és érdemes a tesztet megcsináltatni. Ma már Magyarországon több mint 100 helyen lehet tesztet csináltatni. Az elmúlt időszakban országszerte lazult a fegyelem a tömegközlekedési eszközökön. Hónapok óta kötelező a maszk viselése, sokan mégsem hordják. A rendőrség ezért kiemelten ellenőrzi a szabályok betartását. Azt ígérik, hogy elsősorban figyelmeztetnek, de akár helyszíni bírságot is kiszabhatnak. Jelenleg 64 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 7 vannak lélegeztetőgépen. A legsúlyosabb betegek kezelésében sikerrel alkalmazzák a vérplazma terápiát. Az Országos Vérellátó Szolgálat most újra donorokat keres. Jövő héten folytatódik a program. Nyáron picit mi is adtunk lehetőséget megpihenni ezeknek a donoroknak, hiszen ők egy nehéz betegségen átesett, szerencsére gyógyult emberek, de jövő héten már egyeztett időpontban újra jönnek közülük vért adni, plazmát adni. A legfrissebb adatok szerint 73 fővel nőtt a koronavírusban megbetegedettek száma. Ennél magasabb a napi fertőzés szám utoljára május 2-án volt. Jelenleg 940 aktív fertőzött van az országban. Az Emberi Erőforrások minisztere azt mondta, elindult a fertőzés számok emelkedése, ezekre a változásokra pedig a kormány reagálni fog. Az embereket arra kérik, hogy továbbra is legyenek fegyelmezettek. Amennyire lehetséges, sikerüljön megakadályozni a vírus behurcolását a fertőzött országokból. A következő nagyon lényeges dolog a fegyelmezett viselkedés, a távolságtartás, megadott körülmények között a szájmaszk viselése. A kormány ezen a héten tárgyal a további intézkedésekről. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten a Kossuth Rádióban arról beszélt, korábban bevezették az egyes országok fertőzés szerinti osztályozását, de szeptember 1-től nem lehet fenntartani ezt a rendszert, ezért további szigorítások jönnek a határokon.
Nyugat-Európa nagy részén látványosan romlik a járványhelyzet, Spanyolországban a legdrámaiabban. Ott igazából már egész augusztusban meredeken nőtt az új megbetegedések száma. Nézzünk is egy összesítést, ami augusztus 8-ától 25-ig, tehát tegnapig bezárólag mutatja, hogy az egyes országokban mennyi új fertőzöttet regisztráltak. A lista élén Spanyolország van nagyjából 90 ezer új megbetegedéssel, utána Franciaország következik több mint 50 ezer új esetszámmal, utána pedig Németország és Nagy-Britannia jön nagyjából 20 ezer körüli esetszámmal. Magyarországon ebben az időszakban, ott láthatják a lista másik végén, 583 új eset volt. És érdemes megnézni a halálesetek alakulását is az egyes országokban, ugyancsak ebből a nagyjából kéthetes időszakból. A napi adatok szerint Spanyolországban a halálozások száma is meredeken növekszik, nem meglepő tehát, hogy a lista élén itt is Spanyolország áll. Őket követi Olaszország, valamint Nagy-Britannia és Lengyelország megegyező halálozási adattal. Magyarország itt is a lista másik végén szerepel, ott láthatják, ebben az időszakban nálunk 11-en hunytak el a betegséggel összefüggésben. És akkor vissza Spanyolországhoz, ahol megint egyre drámaibb a helyzet, egyre drámaibb helyzet kezd kialakulni, amiatt, hogy meredeken növekszik a koronavírusos betegek száma. A legnagyobb madridi kórház például már csak a sürgős eseteket fogadja, Zaragozában pedig az egészségügyi intézmények parkolóiban építenek tábori kórházakat. Szinte percenként érkeznek a mentők ebbe a madridi kórházba, koronavírusos eseteket hoznak. A város valamennyi intézménye túlterhelt. A legnagyobb madridi kórház is már csak a sürgős betegeket fogadja, és kizárólag csak az életmentő műtéteket végzik el. Az egészségügyi intézmények ráadásul országszerte utasítást kaptak arra, hogy idős betegeket ne vegyenek fel. Spanyolországban kritikus a koronavírus miatt kialakult helyzet, már több mint 412 ezer fertőzöttet regisztráltak az országban. Egyetlen nap alatt pedig 2400 új esetet jelentettek, ez a szám ismét a legmagasabb Európában. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kedden jelentette be, hogy a kormány a hadsereget is beveti a vírus elleni harcban. A tervek szerint 2000 katona segíti majd a kontaktkutatást. Zaragozában pedig az egészségügyi intézmények parkolóiban építenek tábori kórházakat. A közelgő iskolakezdéssel kapcsolatban is bizonytalan a helyzet. A járványügyi rendelkezésekről a kormány csütörtökön dönt, ami már biztos, hogy egyes térségekben, így Katalóniában már csökkentették az iskolai osztályok létszámát, és 500 ezer vírustesztet küldenek az oktatási intézményekbe. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, az iskolaévnek a tervek szerint kell elkezdődnie. Pedro Sánchez a keddi kormányülés után azt is bejelentette, nem járul hozzá egy újabb országos lezárás elrendeléséhez, de a 17 autonóm tartomány kormánya saját hatáskörben elrendelhet lezárást, ha indokoltnak tartja. A bejelentés nagy felháborodást váltott ki, az autonóm közösségek ugyanis úgy érzik, a szocialista miniszterelnök ezzel gyakorlatilag áthárította rájuk a védekezés minden felelősségét. Franciaországban sem sokkal jobb a helyzet, augusztusban ugrásszerűen megnőtt a megbetegedések száma. Az elmúlt egy hétben minden nap 4000 felett volt az új betegek száma, ráadásul a vírus minden korosztályt érint. Aggasztó, hogy a legjelentősebb növekedést a 40 év alatti felnőttek között figyelték meg. Olaszországban pedig még ennél is fiatalabbakat érint a második hullám, a fertőzöttek átlagéletkora 30 évre csökkent, itt is harmadik hete folyamatosan emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma. Július elején volt olyan rossz a helyzet utoljára, mint most. Az új esetek több mint 20%-át, ráadásul külföldről hazaérkező nyaralók vitték be Olaszországba. Világszerte már több mint 23 millió 900 ezer fertőzöttet tartanak nyilván, keleten is romlik a helyzet. Három hónappal az újranyitásuk után Dél-Korea fővárosában ismét bezárnak az iskolák a koronavírus fertőzöttek magas száma miatt. Eközben hongkongi kutatók azt állítják, bizonyítékuk van arra, hogy az is újra elkaphatja a koronavírust, aki már átesett a betegségen. Egy 33 éves férfit 4 hónappal az első fertőzése után most az új koronavírus egy másik törzse támadta meg. A férfi Spanyolországban járt, ott kapta el ismét a betegséget.
Ismét rohamosan terjed a koronavírus Olaszországban is. Egyetlen nap alatt csak nem 1400 új fertőzöttet találtak, ilyenre május óta nem volt példa. Terjed a betegség a bevándorlók között is. Szicíliában megint 65 illegális bevándorlónál mutatták ki a fertőzést. Az egészségügyi és biztonsági kockázat miatt alakult ki vita a helyi kormányzó és a baloldali olasz kormány között. Szicília vezetője szerint tarthatatlan a helyzet a migránsok miatt, akiket folyamatosan szállítanak át Lampedusáról. Tetőtől talpig védőruhába öltözve ülnek a sofőrök ezen a buszon. Koronavírussal fertőzött migránsokat visznek el éppen a legnagyobb szicíliai migránstáborból, Pozzello városában. A táborban 62 fertőzött bevándorlót találtak, valamennyiüket elkülönítették társaiktól. A migránsok között megállíthatatlanul terjed a vírus. A szigeten hétfőn is regisztráltak 65 új fertőzöttet, közülük 58-an Afrikából érkeztek. Ráadásul a kiinduló országokban is gyorsan terjed a kórokozó. Líbiában már a 11 ezret is meghaladja a fertőzöttek száma. Ennek ellenére a civil szervezetek továbbra is folyamatosan veszik fel a migránsokat a hajóikra. Megállás nélkül szállítják a bevándorlókat Olaszországba. Idén már több mint 17 ezer menedék kérő érte el az olasz partokat. Tavaly ugyanebben az időszakban a számuk még az 5 ezret sem érte el. A legrosszabb helyzet Lampedusán alakult ki, ahol a regisztrációs központban hatalmas a tömeg. Eredetileg 192 emberre tervezték, most azonban 1200-an vannak benne. A polgármester hetek óta hangsúlyozza, hogy nagy a baj, és azt is, hogy a migráció problémáját nem a polgármestereknek és a tartományi elnököknek, hanem az államnak kell megoldania. A sziget polgármestere kedden azt is bejelentette, hogy mostantól katonákkal védik a központ területét. Az egyenruhásoknak pedig azt kell megakadályozniuk, hogy a bevándorlók elhagyják a tábort. Hasonlóan látja a helyzetet a szicíliai kormányzó is, aki úgy fogalmazott, a helyiek nem bírják tovább, és ha a kormány a következő napokban nem lép, lezárja a migránstáborokat és feljelenti a kabinetet. Én úgy gondolom, hogy az ősz folyamán korán sem fog lanyhulni. A migrációs válságnak nincs vége, erről beszélt a Migrációkutató Intézet kutatója az M1-en. Varga Márk azt mondta, jelenleg 14 ezer migráns tartózkodik Szicíliában, az illegális bevándorlók 40%-a tunéziai állampolgár, de Líbiából is sokan indulnak útnak. Amíg nem alakul ki stabil főhatalom Líbiában, addig mind Líbiában, illetve Tunéziában és Algériában, amiről kevesebbet beszélünk, az embercsempészek igenis aktívak, és újabb tömegek fognak megindulni. A migránsáradatot nem kezelni, hanem megállítani kell. Erről már a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt. Bakondi György azt mondta, az európai lakosság érdeke a biztonság fenntartása, ráadásul az integrációs elképzelések sem jártak sikerrel. Meg kell állítani a tömeges illegális migrációt, ha lehetőleg az európai külső határain, vagy ha ami még jobb, esetleg még messzebb, távolabb a határainktól, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne induljanak útba azok, akik ma azt tervezik, hogy ők útba induljanak. Ez csak színezte az a helyzet, ami a járvány veszéllyel kapcsolatban kialakult. Bakondi György hozzátette, mostanra világossá vált, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy iratok nélkül tömegek mennek át a határokon, semmibe véve az Európai Unió és a nemzetállamok jogi előírásait. Az elmúlt napokban szinte tarthatatlanná vált a helyzet az apró olasz szigeten Lampedusán, amelynek területe mindössze 20 négyzetkilométer. A helyszínen kapcsoljuk az M1 tudósítóját, Sárközi Júliát. Júlia, mennyi migráns van most ott a szigeten? Jó estét kívánok! Lampedusa belső kikötőjéből itt állnak azok a halászhajók, amelyek gyakran segítenek a vízbe esett migránsoknak partot érni. A 6000 lakosú Lampedusán továbbra is 1200 migráns tartózkodik, a kevesebb mint 200 főre tervezett hotspotban. Megpróbálják ismételten kiüríteni a tábort az Aurelia karanténhajó segítségével. Először azokat helyezték át az utóbbi órákban, akik pozitívnak bizonyultak, de a táborban így is 850-en maradnának, és nem tudni, hogy hova szállítják őket, hiszen a szomszédos Szicília kormányzója nem akarja engedni kikötni a karanténhajót, sem a táborból többen megszöktek, őket a fegyveres erők katonái és a csendőrök találták meg, és kísérték vissza a hotspotba. Hogy viselik ezt a helyzetet egyébként a helyiek?
Vegyes a hangulat Lampedusa szigetén, egyrészt megpróbálják menteni az idegenforgalmi szezont, a sziget tele van turistával, majdnem kivétel nélkül olaszokkal. Másrészt feszültséget okozott az a hír, hogy a hotspotban szolgáló egyik rendőr pozitívnak bizonyult, őt karantén alá helyezték az egész családjával együtt, ez a legrosszabb hír, ami érkezhetett volna, mondta a helyi rendőr szakszervezet vezetője, hiszen el akarták kerülni, hogy a lampedusaiak is megfertőzzenek. Salvatore Martello, a sziget polgármestere korábban úgy nyilatkozott, hogy a járvány elszigetelése után, azután, hogy júliusban és augusztusban több mint 10 000-en érkeztek a szigetre, most a gazdasági helyzet teremt vészhelyzetet, hiszen a szeptemberi foglalásokat, amely ilyenkor még turista főszezonnak számít, lemondták, tehát Lampedusában az idény ezzel véget is ért, és itt maradtak a migránsok. Sárközi Júliának Lampedusa szigetéről nagyon szépen köszönjük. Rendőrök és biztonsági őrök fogják védeni azt a malmöi templomot, amelyet a múlt héten többször megrongáltak ismeretlenek. A vandálok másfél hete jelentek meg először, majd minden nap folytatták a rombolást. Az evangélikus templom 30 ablakát betörték, és az egyik Krisztus szobrot is ledöntötték és összetörték. A főként bevándorlók lakta környék a svéd rendőrség szerint különösen veszélyes terület. Bedeszkázták az ablaknyílásokat és biztonsági őröket fogadtak fel egy malmöi egyházközség tagjai, miután a templomuk ismeretlen vandálok céltáblájává vált. A támadás sorozat másfél hete kezdődött, először csak az egyik ólomüvegablakot dobták be kővel, ám azóta állandóvá váltak a támadások. Az elmúlt héten ismeretlenek minden nap kárt tettek az épületben, a templom 30 ablakát bezúzták. Belül az egyik Krisztus szobrot is ledöntötték és összetörték. A vandálok okozta kár 200 000 korona, azaz csak nem 7 millió forint. A vasárnapi istentiszteletet már a templom udvarán kellett megtartani, akkora volt odabenn a pusztítás. A helyi lelkész azt nyilatkozta, értetlenül áll a történtek előtt, ötlete sincs, kik vetemedhetnek ilyenre. Az eset az egész egyházközséget megrázta, a hívők nem érzik biztonságban magukat, tette hozzá. Mikael Gött atya a sajtónak elmondta, nem szeretné, hogy kerítéssel kelljen körbevenni az épületet. A rendőrség ígéretet tett, hogy gyakrabban küld járőröket a környékre, hogy megelőzze a közösség elleni hasonló támadásokat. És a szemtanúk segítségét kérték, hogy kézre kerítsék a vandálokat. Többen beszámoltak ugyanis arról, hogy az épület körül több környékbeli fiatalt láttak ólálkodni. A Malmö főként bevándorlók lakta negyedének, Rosengartnak a tőszomszédságában található evangélikus templomot, már a tömbházak és minaretek veszik körül. Olvasható az egyházközség honlapján. A környéken rendszeresek a bűnbandák közötti összetűzések, a gyújtogatások és a randalírozások is. A közmédia skandináviai tudósítója Cser Attila emlékeztetett, Malmönek ez a környéke no-go zónának számít. A svéd rendőrség 2019-ben kiadott egy újabb listát, már harmadszor 60 olyan területet jelöltek meg Svédországba, amely veszélyes terület vagy érzékeny terület, ahogy a svédek hívják. 22 közülük különösen veszélyes. Ezek között van ez a Rosengardi terület, ahol ez a mostani templom elleni támadás történt, de egyébként január 9-én volt egy támadás Norrköpingben, utána Uppsalában, és a nyár során is megtámadtak templomokat, Ystadban egy katolikus templomot. Tulajdonképpen a rendőrség tehetetlen, hiszen az elkövetőket nagyon ritkán lehet utolérni. A helyi sajtónak nyilatkozó malmöi rendőrtiszt szerint a keresztény templomok elleni támadások azonban még itt is nagyon ritkák. A hatóságok éppen ezért nem is kezelik gyűlöletbűncselekményként az ügyet. Lövöldözés tört ki a tüntetők között a wisconsini Kenoshában szerdán. 3 embert meglőttek, 2 közülük meghaltak. A városban már a 3. éjszaka folytatódtak a zavargások, amelyek azután kezdődtek, hogy rendőrök eddig tisztázatlan körülmények között többször hátba lőttek egy 29 éves afroamerikai férfit. Még vasárnap megműtötték, állapota stabil. Kenoshában vasárnap óta éjszakai kijárási tilalom van érvényben. A wisconsini kormányzó a Nemzeti Gárdát is a városba vezényelte.
Félmillió forint plusz támogatást kapnak a hátrányos helyzetű településeken dolgozó tanárok, jelentette be az emberi erőforrások minisztere közösségi oldalán. Kásler Miklós elmondta, az egyszeri juttatásban több mint 10 000 pedagógus részesülhet. Így szeretnék elismerni a diákok felzárkóztatása érdekében végzett munkájukat. A nyár azzal telt el, hogy az esetleges hátrányokat és lemaradásokat a pedagógusok megpróbálták pótolni, és ez így lesz a következő időszakban is. Elismerve és nagyra becsülve ezt a munkát, a kormány úgy döntött, hogy 400 hátrányos helyzetű településen 10 500 pedagógus és a pedagógusi munkát segítő embereknek bruttó 500 000 forintos támogatást fog kiutalni. A magyar külpolitika első számú feladata a magyar gazdasági érdekek érvényesítése. Ezt mondta Szijjártó Péter a nagyköveti értekezleten. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, a következő időszakban arra kell törekedni, hogy minél több beruházás valósuljon meg az országba. Magyarország számára egy teljesen egyedi versenyelőnyt jelent az, hogy a diplomáciáját gazdasági fókuszúvá alakította át. Így tehát egy világméretű hálózatunk van arra, hogy a magyar gazdaságot, hogy Magyarországot sikeressé tegyük abban a globális kapacitás újra elosztási versenyben, amely most következik. Elmarad az idei tranzit közéleti évad nyitó rendezvény, mert a szervezők között kedden koronavírussal fertőzöttet találtak, közölte a szervező kommentár alapítvány. Közleményükben azt írták, hogy a résztvevők és a meghívottak egészségét szem előtt tartva ezt tartják felelősségteljes döntésnek. Az új időpontról a későbbiekben adnak tájékoztatást. Elindult a Magyar Turisztikai Ügynökség új belföldi kampánya. Már az őszre készülnek. Azt mutatják be, hogy a Balaton nem csupán a vízi élményekről szól. Kiváló úti cél lehet azoknak is, akik kora ősszel fedeznék fel a térség kulturális kincseit vagy a környék gasztronómiáját. A települések is készülnek, rengeteg látnivalót, élményt, aktív kikapcsolódást kínálnak. A foglalási adatokból arra lehet következtetni, hogy idén ősszel több vendég lesz a Balatonnál, mint tavaly ugyanekkor. Az utolsó felszálló utasok és az idén 70 éves Balatonfenyvesi kisvasút tele utasokkal elindult az innen mintegy 10 kilométerre lévő Somogy-Szentpára. A MÁV még működő keskeny nyomtávú vasútja, amely egykor terményeket szállított, ma a turisták egyik kedvenc látványossága. Nem csak nyáron, hanem ősszel is vonzza az utasokat, hiszen áthalad Magyarország egyik legszebb vidékén. Megfigyelhető a nagyberek növény és állatvilága, az őszi időszakban pedig főleg egy korai vagy egy késő délutáni kisvasút, utazás során, amikor ugye a szarvasbőgés időszakát éljük, akkor akár látni és hallani is lehet ezeket a vadállatokat, akik a nagyberekben élnek. Klassz volt nagyon. Nagyon tetszett az út, sok látnivaló volt. Balatonfenyvesen egyébként minden év szeptemberében az első hétvégén kisvasútnapot tartanak, amelyen több családi programot és egy nagy gyalogos beregtúrát is szerveznek. Szinte mindegyik balatonparti település készül az őszre, hogy megmutassák, a magyar tenger nem csupán a vízi élményekről szól. Nagyszerű úti cél azoknak is, akik a kora őszi kellemes időjárásban fedeznék fel a térség kulturális kincseit, vagy a környék gasztronómiáját. Ennek érdekében egy imás film is készült. A nyárral nem ér véget a balatoni szezon, mert a vízen túl ezernyi új kaland vár. Számtalan lehetőség van aktív időtöltéssel, családdal időt eltölteni a Balaton körül. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettese az M1-en arról beszélt, hogy készítettek egy olyan térképet, amelyen megjelöltek minden olyan helyszínt, ahol kulturális, gasztronómiai vagy családi élmények sokasága várja a látogatókat. Ha egy magyar család a Balatonnál pihen ősszel 3-4 napot, ami egy átlagos tartózkodási időt mutat egyébként szeptember hónapban, akkor össze tud állítani egy olyan élménydús időszakot, ahol a borkos a kerékpártúrákon át, kastély meglátogatáson keresztül, különleges éttermek felkereséséig egy nagyon gazdag programkínálatot mutat be. Már a keleti ország részben a határhoz közeli Mándokon vagyunk, ahol a legnagyobb látványosság a Forgács kastély, amit egyre többen látogatnak, és nem csak a patinás épület miatt. Egy remek nyári szezont zárunk, és egy hasonlóan erős őszi szezonra készülünk. Gyakorlatilag
az emberek elkezdték felfedezni a kisebb falvakat, az itt található szálláshelyeket, a remek lehetőségeket, a környékünkön is fantasztikus lehetőségek vannak, a Tisza közelsége miatt kerékpártúrákat lehet szervezni. A falusi turizmus virágkorát éli, felértékelődött a helyi termékek, a házias szolgáltatások, a családias biztonságos pihenés itthoni élménye, ami iránt egyre nő a belföldi kereslet. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének számításai szerint a turizmusban tavasszal bekövetkezett veszteségeket a vidék Magyarországa jelentősen mérsékelheti. Azzal tudnám talán ezt alátámasztani, hogy bizony nyáron alig-alig találtak már szálláshelyet azok, akik az utolsó pillanatban kerestek Magyarországon falusi szálláshelyet, és nincs ez másképp egyébként most az elkövetkezendő hónapra, szeptemberre sem. Nem, hogy pótolni tudjuk a tavasszal kiesett bevételeket, hanem még jó eséllyel túl is tudjuk szárnyalni a 2019-es év teljesítményét. A nyáron itt maradók, főként Aggtelek, a Mátra vidéke, az észak-magyarországi hegyvidékek környékén, illetve a Mecsek, a Zemplén és a Bükk kiránduló helyein növelték a falusi turizmus forgalmát, ami az eleve népszerű borvidékeken az ősszel tovább folytatódhat. A hulladék mennyiségének csökkentése és újrahasznosítása a kormány kiemelt célja. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter azt mondta, az elmúlt években jelentősen csökkent a lakossági hulladék mennyisége. A tárca célja, hogy olyan különböző típusú hulladékokat szétválogatva gyűjtsék és hasznosítsák újra. Magyarország az elmúlt időszakban 2004 óta alapvetően jól teljesített a települési hulladék újrahasznosítási arányát illetően, hiszen ez 11%-ról 37%-ra növekedett. Ezen nem értük el persze még az Európai Uniós arányt, de ebbe az irányba haladunk. Itt is nagyon sok mindent létre kell hoznunk annak érdekében, hogy ez a hulladék, ami keletkezik, ez elsősorban ne lerakás, ne lerakóba végezze. Elindult a Tisztítsuk meg az országot akció, amelynek az a célja, hogy felszámolják az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, illegálisan lerakott hulladékot. Csak a közútkezelő munkatársai évente átlagosan több mint 13 ezer köbméternyi szemetet szednek össze. A kormány júliusban döntött arról, hogy a klíma- és természetvédelmi akcióterv részeként eltüntetik az illegális hulladéklerakókat. A szabályok megszegői az eddiginél szigorúbb büntetésre számíthatnak. Tévék, összetört monitorok, kerti zöld hulladék, kidobált, szétesett kanapék. Hiába takarítják el az illegálisan lerakott szemetet Ráckeresztúr határában, mindig újabb és újabb halmok keletkeznek. Ezeken a légi felvételeken is látszik, hogy a szemét mekkora területet foglal el. Ezeknek a hulladéklerakóknak a felszámolása a célja a most indult Tisztítsuk meg az országot elnevezésű akciónak. A Magyar Közút vezérigazgatója elmondta, évente átlagosan több mint 13 ezer köbméternyi szemetet takarítanak el a munkatársaik. Az összeszedés és elszállítás csaknem 1,5 milliárd forintba kerül. Körülbelül egy több mint 10 kilométeres mellékút rendberakásának a összege, amit meg tudnánk csinálni ahelyett, hogy az út mellett szétdobált, kihordott szemetet szedjük össze. Magyar Közút elkötelezett a környezetvédelme mellett, ezért újítjuk meg járműflottánkat, kisebb kibocsátású teherautókat, személyautókat alkalmazunk, és körforgásos gazdaságot is szeretnénk erősíteni. A kormány júliusban döntött arról, hogy a klíma- és természetvédelmi akcióterv részeként eltüntetik az illegális hulladéklerakókat. A most indult program egyik elemeként országszerte szemétlerakó pontokat hoznak létre, valamint az eddiginél szigorú büntetésre számíthatnak a szabályok megszegői. Ha valaki illegálisan lerakja a szemetet, valójában az eltakarítás ódiumát, felelősségét áthárítja másra. Ezt a szerepet most az állam teljesen magára vállalja, és elkötelezett a kormány abban, hogy ezt a programot a következő 2 évben végre is hajtsuk, megtisztítsuk az országunkat, és ezzel együtt rendkívül szigorúan szankcionáljuk, büntessük azokat, akik a munkánkra fittyet hányva mégis lerakják illegálisan a hulladékot. Azért, hogy még hatékonyabban tudjanak fellépni a szabálytalankodók ellen, kifejlesztettek egy ingyenes alkalmazást is. A hulladékradaron be lehet jelölni például, hogy hol található a szeméthalom, nagyjából hány köbméternyit szórtak szét, milyen a hulladék fajtája, miben rakták le az út szélére, sőt még fényképet is lehet feltölteni a talált kupacról.
A Tisztítsuk meg az országot programban a Magyar Közút mellett a MÁV, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a települési önkormányzatok, valamint az állami erdészetek és nemzeti parkok vesznek részt. A DK szerint a kormány nem védte meg a munkahelyeket a járvány alatt. Varjú László azt mondta, jóval többet kellene költeni munkahelyvédelemre, és meg kellene hosszabbítani az állami bérpótlék programot is. A demokratikus koalíció szerint az eddig elköltött 50 milliárd forint többszörösét kellett volna munkahelyvédelemre költeni, és meg kellene hosszabbítani az augusztus 31-ével lejáró állami bérpótlék programot, ahogy azt jelenleg Európában teszik. Az LMP szerint a kormány évek óta arra törekszik, hogy ellehetetlenítse az önkormányzatokat. Hun Krisztina azt mondta, továbbra is törvénymódosító javaslatokkal próbálják megakadályozni a települések tönkretételét. Évek óta nem emelik a köztisztviselői alapilletményt, valamint nem hajlandóak rendezni a közalkalmazotti bértáblát se, helyette inkább kiürítik a közalkalmazotti szektort, és szép lassan majd ez a fajta foglalkoztatás úgy tűnik, hogy meg fog szűnni. Az MSZP a járvány miatt elhalasztaná a nemzeti alaptanterv bevezetését. Emellett azt is javasolják, hogy az iskolákban biztosítsanak megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszert, lássák el maszkokkal és lázmérőkkel az intézményeket, és legyen elég takarító. Ha úgy ítélik meg, hogy nem lehet a hagyományos iskolarendszert egy területen folytatni, ott is a hibrid oktatásra állnék át elsősorban, és nem a hagyományos, vagy nem a pusztán a digitális oktatásra, mert az újra nagyon nagy problémákat fog okozni. Idén is ingyenes tanszercsomagokkal segíti a kormány a rászoruló és halmozottan hátrányos helyzetű diákokat. Országszerte 106 ezeren kapnak ilyenfajta segítséget az iskola kezdéshez. A csomagokban minden olyan eszköz belekerült, amelyekre az általános iskolásoknak szükségük lehet a tanulásnál. A programra 2022-ig csak nem 3 milliárd forintot különített el a kormány. Tanszercsomagokat állítanak össze megváltozott munkaképességű emberek egy fővárosi üzemben. Minden belekerül a tasakba, amire csak szüksége lehet a diákoknak. Az elsősöknek a füzetek, írószerek, rajzeszközök mellé toltartó és tisztasági felszerelés. Az ötödikeseknek pedig körző, vonalzó és szögmérő is. Ahogy kész, megy a dobozba, és már indulnak is velük az iskolákba. Ezek az utolsó csomagok, a legtöbb helyre korábban kiszállították. Rászoruló gyerekek között osztják szét ezeket a tanév első napján. A Sárándi Általános Iskola mintegy 40 tanulója kap ingyen tanszert elsőtől a 8. osztályig. Az alsósok tanszercsomagjai évfolyamonként különbözőek. Korosztálytól függően válogatták össze a csomagokat, a lányok és a fiúk különböző szetteket kapnak. Ez egy óriási segítség, hiszen olyan minőségi eszközöket tartalmaznak ezek a csomagok, amelyek alapvetően szükségesek a tanévkezdéshez, és nyilván az ő élethelyzetükből következően ez nekik nagyon nagy segítség. Sorakoznak a tanszercsomagok a Medgyaszói Általános Iskolában is. Hiánytalanul megérkezett mind. Az eszközök több száz gyermek tanulását segítik. Több mint 250 ilyen csomagot hoztunk el, és hát nagyon-nagyon sokat segít a gyerekeknek, illetve a szülőknek abban, hogy el tudják kezdeni az iskolát. Országszerte több mint 106 ezer rászoruló és halmozottan hátrányos helyzetű diák kap ingyenes tanszercsomagot, közölte az Emberi Erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta, a kormány második éve segíti ezzel is a családokat. A programra 2022-ig csak nem 3 milliárd forintot különítettek el. Ez azt jelenti, hogy az elsősök részére a második, negyedik évfolyamra járók, illetve az 5.-8. évfolyamra járó diákok az igényeknek megfelelően minden olyan eszközhöz hozzájut, ami a tankönyveken kívül a tanuláshoz szükséges. Az idei az első olyan év, amikor már senkinek sem kell fizetni a tankönyvekért, mind az 1.300.000 általános és középiskolás ingyen kapja. Ez beiskolázáskor gyermekenként 20-30 ezer forint pluszt jelent a családoknak. A kötetek kiszállítása rendben halad, és a hétvégéig befejeződik.
Csaknem 7 millió forint büntetést és több mint 400 büntetőpontot szabtak ki a rendőrök a hétvégi ellenőrzéseken az M7-es autópályán. Azokat büntették meg, akik a leállósávban haladtak, így kerülve ki a dugót. A hosszú hétvége alatt több tucat autóst, illetve motorost állítottak meg. Minden szabálytalankodó 100 000 forintos büntetést kapott. Tömött sorokban araszolt a nyári melegben a kocsisor az M7-es autópályán a hétvégén. Sokan viszont úgy gondolták, hogy rájuk nem vonatkoznak a közlekedési szabályok, és a leállósávban egymás után előzték meg a dugóban ülőket. A legtöbben azonban nem sokáig jutottak, mert a rendőrség civil autókból figyelte a forgalmat, és megállították a szabálytalankodókat. Ez a jogsértés ugyanis nem csak bosszantó a többi autósra nézve, hanem rendkívül balesetveszélyes is. Az augusztus 20-ai hosszú hétvége minden évben az egyik legforgalmasabb. Így nem véletlen, hogy a rendőrség éppen ekkor ellenőrizte az autósokat az M7-es autópálya budapesti Pest-Fejér és Veszprém megyei szakaszán. Az akcióban 5 nap alatt összesen 67 járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. A kiszabott közigazgatási bírság minden esetben 100 000 forint és 6 előéleti pont volt. Összesen csaknem 7 millió forintot kellett kifizetniük a szabálytalankodóknak. A rendőrség célja nem a bírságolás volt, hanem a szabálytalanul közlekedő autósok és motorosok kiállítása a forgalomból. A többség nem számít arra, hogy a leállósávon szabálytalanul, adott esetben nagy sebességgel járművek közlekednek. Másfelől pedig a csomópontok környékén, a benzinkutak környékén azért veszélyes, mert az ott szabályosan kisoroló járművek vezetői ugyancsak nem számítanak arra, hogy a leállósávon járművek közlekedhetnek. És veszélyes abból a szempontból is, hogy a leállósávot azért építették, hogy funkciójának megfelelően a műszaki hiab miatt megállók ott várakozhassanak. Tehát, ha egy ilyen jármű mögé beérkezik nagy sebességgel egy szabálytalanul közlekedő gépkocsi, az szinte kivétel nélkül halálos eredménnyel jár. Egy hete már volt hasonló ellenőrzés. A szabályosan közlekedő autósok akkor is többször tapsal jutalmazták a rendőri intézkedéseket. Ez nem meglepő, hiszen az agresszív sofőrök rendszeresen okoznak baleseteket, amelyek miatt több órára megbénul az ország legforgalmasabb autópályája. A következő ellenőrzésekre a szeptemberi tanévkezdéskor számíthatnak az autósok. A rendőrök az iskolák környékén figyelnek a gyerekek biztonságára. Novemberben indulhat meg a másik vágányon is a közlekedés Nagymaros és Szob között, ahol még a júniusi intenzív esőzések okoztak károkat. Nagy mennyiségű kő és sárlavina árasztott el akkor a szobi vasútvonal vágányait és a 12-es utat, ami járhatatlanná vált. A vonat most egy vágányon jár 40 km/h korlátozással. A helyreállítási munkák még több hónapig eltartanak. Két hónappal a hatalmas vihar után még mindig tartanak a helyreállítási munkálatok Nagymaros és Zebegény között. A szakemberek a vasúti töltés és a támfalak megerősítésén dolgoznak. Továbbra is dolgoznak és nagy erőkkel dolgoznak a szakemberek azon, hogy helyreállítsák azokat a károkat, amit még júniusban a nagy mennyiségű esőzés okozott, ami kő és szikla hordalékot hordott ide Nagymaros és Zebegény közti szakaszon. A rézsük megerősítésen, a támfalak helyreállításán, továbbá vízelvezető árkok kialakításán is dolgoznak a szakemberek. Az itt közlekedő vonatok pedig jelentős korlátozással, sebességkorlátozással és csak az egyik pályán haladhatnak. A júniusi nagy mennyiségű csapadék 800 köbméter hordalékot sodort a Nagymaros-Szob között közlekedő személyvonat vágányaira. A sárlavina nem csak a vasútvonalat, hanem a 12-es utat is eltorlaszolta, így az járhatatlanná vált. A vihar hatalmas sziklákat is görgetett a vasúti sínekre. A vágány alatti töltés egy szakaszon teljesen megsemmisült. Június közepén indulhatott meg egy vágányon a vonatközlekedés 40 km/h korlátozással. Tavaly és tavaly előtt is voltak ilyen földcsúszomlásoknak nevezhető jelenségek, és ugye az idén júniusban gyakorlatilag elsodorta ezt a vonalat az a több száz köbméteres sárlavina, ami ott lejött, és egy közutat is egyébként elzárta a forgalomtól. Körülbelül egy hónapba tellett az, mire az egyik vágányon sebességkorlátozással visszaállítottuk a forgalmat. A helyreállítási munkálatok több hónapig tartanak még. A szakemberek szerint várhatóan novemberben indulhat meg mindkét pályán a vasúti közlekedés Nagymaros és Szob között.
Több mint 1,5 millió ember kiköltöztetését rendelték el a hatóságok az Egyesült Államokban a Laura hurrikán miatt. A vihar folyamatosan erősödik, akár 4-es kategóriájú hurrikánként csaphat le Texasra és Louisianára 200 km/h széllökésekkel és 400 mm-nyi esővel. Ennyi nálunk 8 hónap alatt esik. Másodpercek alatt tépte le egy épület tetejét a Laura trópusi vihar Kubában még hétfőn. A közép-amerikai országban nagy pusztítást hagyott maga után a vihar. Hidakat mosott el és hatalmas áradásokat okozott. Több mint 300 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Legkevesebb 1000 épületben keletkeztek súlyos károk. A földcsuszamlások utáni helyreállítást tart a legtovább, ezért a lehető leggyorsabban kell dolgozni, mondta a kubai elnök. Haitin is több helyen pusztítottak villámáradások a Laura miatt. Az utakat sok helyen vastagon törmelékek borítják. A karibi országban is megkezdték már a helyreállítási munkákat. A karib térségben legkevesebb 20-an haltak meg a vihar miatt. Kedden hurrikánná erősödött a Laura, amely most az Egyesült Államok felé tart. Szakemberek szerint a vártnál gyorsabban erősödik már 3-as kategóriájú. Texasban sok helyen egész nap deszkázták az ablakokat. A meteorológusok szerint helyi idő szerint szerda éjjel, vagy csütörtökön hajnalban csaphat le a térségre a hurrikán. Arra is fel kell készülni, hogy akár 4-es kategóriájúra is erősödik a Laura, mire ideér, mondta a texasi kormányzó. Texasban több 100 000 ember kiköltöztetését rendelték el a hatóságok. Galvestonban buszokkal viszik a menedékhelyekre a lakókat. Galveston sziget nyugati részén lakom, ahol nagy valószínűséggel le fog csapni a hurrikán, szóval inkább elmegyek, mondta egy galvestoni lakos. A Louisiana állambeli Morgan Cityben sokan egész nap homokzsákokat töltöttek. Arra az esetre is igyekszünk felkészülni, ha a szivattyúk nem tudnának megbirkózni a nagy mennyiségű vízzel, hogy a garázsokat és a házakat lehetőleg ne árassza el a víz, mondta egy helyi férfi. Louisianában is 100 000-eknek kell elhagyniuk az otthonaikat elővigyázatosságból. A szakemberek szerint a Laura hasonló intenzitással és hasonló helyen ér majd partot Louisianában, mint 15 évvel ezelőtt a Rita hurrikán. Ezt nem azért mondjuk, hogy megijesszük az embereket, hanem azért, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, és használják ki az időt a felkészülésre, mondta a louisianai kormányzó. Szakemberek szerint a Laura akár 200 km/h széllökésekkel érkezhet a térségbe. Louisiana egyes részein pedig akár 400 mm-nyi csapadék is hullhat. Magyarországon átlagosan 8 hónap alatt esik ennyi eső. Villámáradások pusztítanak a világ több pontján is. Olaszországban egy hegyvidéki falut öntött el a víz. Afganisztán északi részén több száz házat mosott el az ár. Ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat. Több mint 100-an meghaltak, csak nem 250-en pedig eltűntek. Pakisztánban pedig a monszun esők okoznak hatalmas gondokat, eddig már csak nem 100 halottja van az ítéletidőnek. Folyókká változtak az utak az olasz hegyvidéki kisvárosban, Cortina d'Ampezzo-ban. A heves esőzések miatt villámáradások pusztítottak a településen. A hegyekből egyszer csak megindult a víz, és minden magával sodort, ami az útjába került. Az egész 5 perc alatt történt. Az egyik pillanatban még kinéztem a kertbe, és semmi sem volt. 5 perccel később már minden vízben állt. Onnan fentről jött a víz, mondta egy helyi asszony. Dobhatjuk ki a mosógépet és a szárítást. Is. A falon látható, hogy itt meddig ért a víz, tette hozzá egy másik asszony. Ezek a felvételek már Afganisztán északi részén készültek, ahol szintén villámáradat pusztított. Parván tartományban több mint 300 házat mosott el a víz. Több ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100-an meghaltak, csak nem 250-en pedig megsérültek. Közülük többeknek válságos az állapota. Az áldozatok között sok nő és gyerek is van. Épp a tetőre akartam menekíteni a családtagjaimat, amikor jött az áradat és elsodorta őket. 7 rokonom tűnt el, fogalmam sincs, hogy mi lehet velük, panaszkodott egy afgán férfi. A fal beomlott, a víz pedig elárasztotta a házat, 7 családtagomat sikerült kimentenem, az édesanyám azonban nem élte túl, mondta egy másik túlélő. A hatóságok szerint a halálos áldozatok száma valószínűleg még emelkedni fog, sokan rekedhettek ugyanis a romok alatt.
Pakisztán déli részén a monszun esők okoznak hatalmas gondokat. Karacsiban térdig érő víz hömpölygött az utcákon kedden. A közlekedés gyakorlatilag megbénult a városban. A víz sok helyen a házakba is betört. A hatóságok csónakokkal mentették elárasztott otthonaikból a lakókat. Nagyon sok eső esett ma, mindenütt víz van. A járművek elakadtak, hatalmas a káosz, mondta egy helyi. Épp a munkába tartottam, amikor az utakat elárasztotta a víz. Tömegközlekedés nincs, így nem jutok el a munkába, szóval most kénytelen vagyok visszafordulni, tette hozzá egy másik helyi. 3 nap alatt csaknem 100-an haltak meg Pakisztánban a monszun esők miatt, és több mint 1000 épület rongálódott meg. A hatóságok szerint a környéken élők még nem lélegezhetnek fel. Újabb heves esőzések várhatóak ugyanis a környéken. A monszun időszak Dél-Ázsiában júliustól szeptemberig tart. Itthon 140 ifjú gyermekvasutas tett fogadalmat a Hűvösvölgyi végállomáson. 4 hónap alatt készítették fel őket a szolgálatra, amelyet nem csak a szünetben, hanem a tanév alatt is el kell látniuk. Az idén 70 éves gyermekvasúton alapítása óta több mint 15 ezer fiatal teljesített szolgálatot. Együtt vonulnak a leendő gyermekvasutasok az avatás helyszínére. A Hűvösvölgyi végállomáson több mint 100 kisiskolás tette le az esküt. A MÁV ZRT Széchenyi-hegyi gyermekvasút ifjú tagja. A fogadalom után már el is kezdhetik a munkát a fiatal vasutasok, akik nem csak a szünidőben, hanem a tanévben is szolgálatba állnak majd egymást váltva. Szeretek nagyon szolgálni, és itt nagyon jó a közösség is, mindenki kedves mindenkivel, és a szolgálat az nagyon jó. Találkozom az emberekkel, és megismerek új embereket és barátokat. Az idén 70 éves gyermekvasútnál a fiataloknak egy 4 hónapos tanfolyamot kell elvégezniük, amelyben megismerik a szakma alapjait. Jelenleg is több mint 600 gyermek szolgál a Széchenyi-hegy és a Hűvösvölgy között ingázó szakaszon. 2020-as éve jubileum év, hiszen 70 éve volt az első gyermekvasútos avatás, és 70 éve ért ide a gyermekvasút ide a Hűvösvölgyi állomásra, és azt lehet mondani, hogy a népszerűség a gyermekvasútosságnak töretlen, hiszen több mint 600-an teljesítenek most is szolgálatot, és az idén is 140 gyermekvasútos tette le a fogadalmát és állt szolgálatba. A több mint 10 kilométeres úton 7 megálló van. Évente több mint 300 ezer utas vált jegyet a gyermekvasút valamelyik járatára. A közlekedés politikáért felelős államtitkár, aki maga is szolgált itt, azt mondta, a gyermekvasút sok mindenre megtanítja a fiatalokat, amit a felnőtt életben hasznosíthatnak. Fiatalon olyan közösségbe kerülnek a gyerekek, ahol megtanulnak önállóan dolgozni, megtanulnak csapatba dolgozni, látják a munkájuk eredményét, hiszen elindul a vonat, megérkezik a vonat, az utasok elégedettek, gyönyörű a budai panoráma, és látják, hogy milyen lelkes fiatalok teljesítenek szolgálatot. A gyermekvasút 2015-ben bekerült a Guinness rekordok közé, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi és a kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el. Új lovardát adtak át Nyíregyházán. Az épület hazai és nemzetközi lovasversenyek megrendezésére is alkalmas. A cél, hogy lendületet kapjon a helyi lovas élet, a lovas turizmus és lótenyésztés. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár arról beszélt, a 350 millió forintos fejlesztést 150 millió forinttal támogatta a kormány. Az utánpótlás nevelésnek, az élsportnak télen-nyáron tudunk segíteni, hiszen bármilyen időjárásban tudják használni a versenyzők, vagy akár a szabadidő sportolók. Hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy mindenki sportoljon, ehhez megfelelő létesítmények legyenek. Letették a Munkácsi negyed alapkövét Békés Csabán. A világhírű festőművész Munkácsi Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő, csaknem 3 milliárd forintos beruházás részeként megújul a Munkácsi Múzeum és környéke is. Gyopáros Alpár kormánybiztos azt mondta, Békés Csaba az egyik legnagyobb nyertese a Modern Városok programnak. A fejlesztések túlmutatnak a város határain. Az M44-es megépítésével bekötjük a megyeszékhelyt és a megyét az ország autópálya vérkeringésébe. A Fürjesi út megépítésével tehermentesítjük a belvárost az átmenő forgalomtól. Közel 30 hektáros, teljesen közművesített ipari területet alakítottunk ki. Az országban egyedülálló modern nyomdaipari képzési központot alapítottunk. Felújítottuk a meglévő városi sportcsarnokot, ezen kívül megépül egy új, nagyobb és több funkciós csarnok is.
Hamarosan kezdődik a híradó az M5-ön, Varga Szabó Anitával, szervusz! Szervusz, jó estét kívánok! Mutatjuk, milyen rendhagyó költöztetéssel indult az új évad a debreceni Csokonai Színházban, és ízelítőt adunk a kezdődő országos diákfilm szemléből is. Az M5 híradónak nyilatkozott Szabó Réka is, akinek a Létezés eufóriája című dokumentumfilmje is esélyes lehet az Európai Filmdíjra. Tartsanak velünk, pár perc múlva kezdünk az M5-ön. Varga Szabó Anitának nagyon szépen köszönjük!